emlékszik a lépésekre? Eringes László befűzi a fonalat a közel 100 éves gépbe. 2014-ben édesanyja halálakor kötött utoljára harisnyát rajta. Úgy véli, ez olyan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni. A nagyszüleim csinálták, mindig németül folyt a diszkurzus. Lakatokkal formázzuk a mintát. Lakatokkal. Most elsőre lehet, hogy nem fog sikerülni nulla, jó, ez most szárra van kötve. Leengedjük a gépágyat, hogy át lehessen fűzni. Az Augsburgi Múzeumban is van kiállítva a harisnyánk. Több gépünk van nekik, mint az Augsburgi Könnyőipari Múzeumnak. Heringes László a gépek mellett nőtt fel, szépen lassan elsajátította azok használatát. A műhely egybe volt a konyhával. A férfi lelkesen magyarázza, miként működik a gép, és beavat minket a harisnyakötés művészetébe. Ezzel váltom a mintát, és akkor ez köti lefelé. És meg volt, hogy melyiknél például vízfolyásos harisnyánál 20-at kellett úgy kötni, hogy váltok, így, és utána kellett 20-at kötni, úgyhogy csak kötök. De nagyon nehezen megy, mert nincs is megolajozva. És akkor így kellett kötni, így lehetett vele kötni. Ezekkel mintázunk, ezekkel a lakatokkal mintázunk. Ez a lakat fogja ki a hátsót, ez az elsőt. Ha patentot kötünk, akkor 4 lakattal kötünk, ha mintát kötünk, akkor 2 lakattal kötünk. László egész családja ezzel a szakmával foglalkozott, ebből élt. A leszármazottak most ezekből a gépekből, harisnyákból, képekből egy kiállítást nyitottak a bátaszéki templommal szemben elhelyezkedő épületben. Így bárki megtekintheti az igencsak ritkaság számba menő eszközöket. Ez korábban a férjem szülői házában volt, az Erzsébet utcában itt Bátaszéken, csak aztán az 2018-ban értékesítésre került, és pont ez okozott gondot, hogy mi legyen ezekkel a gépekkel. Eddig ezt itt bent tároltuk a lakás egy részébe, aztán hát most, ahogy az előbb elmondtam, ez így itt megadatott, és kihoztuk ide ezeket a gépeket. Az egykori harisnyakötő família dédunokája úgy döntött, ápolni fogja hagyatékát, és szívesen megosztja a nagy érdeművel azok történetét. Gyerekkoromban a nagymamám állandóan ott volt a műhelyben, úgy csinálta őket, úgy eladta, tehát meg úgy nem is úgy érdekelt az, hogy most ő mit csinál, de azért szépen fokozatosan, ahogy nőttem, egyre inkább úgy érdekelt a dolog, és engem is úgy ez a gyűjtemény annyira megfogott, hogy úgy voltam vele, hogy szeretném ápolni dédnagypapámnak a hagyatékát. A dédnagypapám 1898-ban született, és a 17 éves korában csípő problémái miatt nem tudott úgy fizikai munkát végezni, és úgy döntött, hogy elkezd ilyen szakmát folytatni. Kitanulta, és 21-ben sikeresen megalapította a Bátaszéken, a Garai utcában, akkor még az ő házában az üzemét, és ezt ez egészen 1975-ig csinálta. Nagyon harisnyákat, gépi hurkoló volt, és nagyon jelentős, tehát itt a környékben Báta, Dunaszekcső, Sárpilis, Őcsény, Sióagárd és Öregcsertő oda vitte a különböző vásárokra a harisnyákat. A Heringes dédnagypapa a munkát kiszervezte, a gépeket bérbeadta. Így működött egykor a harisnyakötés, majd a kötött áruértékesítés. Ezeket a gépeket ő 21-ben vásárolta a Bécsből, és Bécsből vette mindig a gépeket és a fonalat, és itt Bátaszéken csinálta, otthon is, de voltak olyanok, hogy a gépeket kiadta házhoz, terhes kismamákhoz, akik éppen otthon voltak és akartak dolgozni mégis valamit, de a különböző bütyköléseket, azokat is ők csinálták, és akkor hétvégén mindig összegyűjtötte őket és vitte a piacra eladni. Tehát elég nagy bedolgozó hálózata volt neki. A család fő egykor 15 géppel rendelkezett, ebből 6-tal dolgozott otthon. Ő maradt a legtovább a szakmában, pedig a környéken még rajta kívül 3 család foglalkozott harisnyakötéssel. A nagyszülők tovább vitték az üzletet. Volt neki 2 lánya neki, az egyik, a Kati, az
amikor a dédnagypapám meghalt, akkor ő ki tudta váltani, 80-as években bejött ez a szakmába hivatalosan, hogy gépi hurkoló, és onnantól kezdve ő hát meg is csinálta, hobbi szinten is, de nem ez volt eredetileg a szakmája, de úgy csinálta, és ezt egészen 2005-ig csinálta. Az egészségi állapota miatt úgy volt, hogy inkább abba hagyta, és végülis ez így ránk marad, de örülünk neki, mert erre nagyon büszkék vagyunk. És ez a büszkeség minden mozdulatukon érződik, ahogy családtagjai a falatnyi helységben körbevezettek bennünket, és miközben megmutatták a harisnyakötőgépeket, különböző eszközöket, eltérő színű, mintázatú harisnyákat, német nyelvű szakkönyveket, megelevenedett a múlt. Az egyik ilyen német nyelvű kiadványt 1925-ben nyomtatták. A különböző számolások tulajdonképpen attól függ, hogy ez adott hölgynek, vagy a, maradjunk a harisnyánál, adott hölgynek például mekkora volt a lába, akkor milyen vastag volt a vádlő, akkor ki kellett számolni, hogy akkor ahhoz képest mennyi szálból kell álljon a harisnyának a szára, tehát ez sok mindentől összefüggött az egész. Sok mindent megéltek ezek a gépek és a tulajdonosai. A dédnagypapa egészen az 1945-ös kitelepítésig a képen látható házban dolgozott, aztán messzire sodródott, de amint visszatért Bátaszékre, visszaszerezte és megjavította a hőnszeretett gépeit és újrakezdte. A gépeket akkor egy részét sikerült elrejtenie egy nagyon jó ismerősénél, és a többiből azt elvették, és abból csinálták meg a bátaszéki gépi hurkoló üzletágat, csak amikor ugye véget ért a háború, és két év Pécsen töltött számüzetés után visszatért, akkor Bátaszéken két év alatt 15 házban laktak, és hát ez nagyon nehéz időszak volt az ő számára. Mondhatjuk azt, hogy 5-8 évig beletelt, mire ismét talpra tudott állni, és a gépeket a szeméttelepről hozta vissza, megcsinálta őket, és tulajdonképpen újra kezdte az egész ipart. Egészen a nyugdíjba vonulásáig, 72-ig, és 75-ben meghalt. A család féltve őrzött gépeire több múzeum tett már ajánlatot. Egyelőre nem kívánják továbbadni a gépeket és a család múltjának egy-egy szeletét, hiszen azok életük részévé váltak. Megértjük.